Sziasztok, ez itt újra a Heroes 4, vagy Heroes of Might and Magic 4 végigjátszása. Vetetjük utunkat a Academy, azaz a varázslós úgymond kampányban. Végieknek akár Towerként is említhetnénk. Ezúttal a harmadik pályán vagyunk, amelyben már új hős, Solomir vár ránk. Ugyanis talán ez az egyetlen, ha jól emlékszem, vagy legalábbis a kevéske azon kampányok egyike a Heroes 4-en belül, ahol az elindult főhőst egy másik nagyobb hős is váltja közben, aztán aztán a végén majd talán az utolsó pályán, ami 5.-6. pálya lesz kivételesen, nem a 4., ebben a kampányban együtt fognak harcolni, de most ebben nem vagyok biztos. Hamarosan megérkezik a tél, és én itt találom magamat egy idegen vidéken, ahol csak egy kisváros és egy még annál is kisebb sereg áll a rendelkezésemre. Az egész küldetésem egy abszurdum. Uram azt várja tőlem, hogy ráálljak arra a helyre, ahová a fekete sárhányok szállítják halottjaikat, és ő arra akarja használni a holtak csontjait, hogy egy új teremtményt állítson a szolgálatába, amit sárkány Rolandnek nevez. Még én, aki évezreket értem, már meg én sem hallottam soha féle teremtényről. Akkor hát honnan származhat az ötlet? Talán attól Rüd hajtörpétől? Hát ugye ezeket a sárkányból neked lehet, hogy mi is használni fogjuk. Még nem biztos, hogy ezen a térképen, de hoppá, papikaintár. Maradunk ennél a varázsolgatós vonalnál szerintem. Na, hova menjünk? Merre menjünk? Erre azt támad meg? Na ne, mind a kettő meg fog támadni gyakorlatilag. Na ne, 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 ne. Ó, basszus. Ez gáz nagyon. Na jó, inkább szerintem ezt csináljuk meg. A gin miatt. Ja, amit nem tudok megvenni. És ez is kell hozzá, basszus. Mondjuk varázslók is kellenének. Végeztem némi felderítést az elmúlt éjszaka a papagáj alakjával berepülve a megye határokat. És rábukantam egy nem tetsző menekültre a régi világból, képen itt telepettek le. Ráadásul még valamilyen módon egytől egyig érzekelték a jelenlétemet is. Láttam, hogy háborúra készülnek és megerősítik az erődítményeiket. Az uram próbálnak állítani, hogy másképp engedte volna, hogy erősebb sereget hozzak magammal. Gavin Magnus hisz a felkészültségem erejében, és ez a küldetés valóban olyan mintha fontosságú volna, amelynek mondta. Személyesen győződött volna meg arról, hogy minden erőforrással bírok, amire csak szükségem lehet. Tehát ez egy próba, csak hogy ezúttal a bukásért az életemmel kell fizetnem. Igen, az is lehet. Hát az a gond, hogy szerezni kell egy kis fényt, mert innen megyünk előrébb. Basszus. Kicsit sem erős az egyik ellenfél. És van, nem egy. Fogalmazunk úgy. Nem egy. No. Ajajaj. Ez lehetne egy kicsit erősebb is. Egyik lezúzva. Csak még van egy pár ezen kívül. Ez itt a problém. A franc. Szerencsém volt. Mi szeretnek engem? Hú. Oh, parfing, hey. De azt nem is vettem. Azt hiszem. Ja. De miért nem? Ez egy jó kérdés. Ekkor előnye nagyon fontos, hogy minél hamarabb erőt képviseljünk.
Megpróbáltam a küldetésre mondani, hogy emlékezni, de mindegy csak tőlem lehetséges ám uralnak kiszámíthatatlan és megszállott viselkedés a gondokkal terjedelmémet. Szükségesnek érzem, hogy többet megtassak azokról a sárkányokról megkülönösen, pontosan miért akarja arra megépíteni őket. Ami viszont még ennél is fontosabb a számomra meg kell ismernem, aki létet annak a szokatlan fajta rőthagyi törpének, aki ennyire magáénak tudhatja uramnak figyelmét. Ismerni is azt a valaki tekérben, mert inkább segítségemre lehet. Melyik vagyunk mi? Lilák, hát akkor még kicsit erősödnünk kell. Azt hiszem. De akkor lehet, hogy inkább mérvezést kéne erőltetni. Az de jó, hogy nem lőnek. De segítkeznek nekem. Kéne a városháza is. Na, és itt kaptunk. Nem rossz, sőt. Az jó viszont, hogy itt ennyi minden van. Ez mit őriz? Na, hát azt szerintem nem fogjuk leverni. Többokból, mert szerintem ott ellenfél van, ez egy blokk. Véleményem szerint, hogy ezt inkább hanyagoljuk. Ma találkoztam a helyi fogadom egy erős élesztő és visszahatárasztó kötös fészezettel. Erről a kis ember körül aztán az évvelállom semmi nem rít le, aminne lett volna megszokott, és együtt a teljesen hétköznapi. Valóban nem volt benne semmi kiemelkedő tehetség, én azonban úgy ismertem őt, mint a földkeresők egyik legmegáltalkotottabb hallgatózóját, aki mindenbe belülti az órát, a plekkák szerint, hogy akkor kitűnő pék volt. Ugye jól látom rajta, Edwin elválod, vagy a segítségemre leszel? A halhatatlan király felől képkedni nem túl vicces dolog felől, te Edwin idegesen, te zsin vagy? Nem tudál lecsület csinálni ezt inkább? Uram kastélya mindenféle és fajta májkos védelemmel van körülbevéve. Van közöttük olyan, amiről még én sem tudok. Szükségem van hát valakire, akinek a segítségére a varázslat nélkül is végig lehetne csinálni lennél, de te a személy. Miatt azt mondom, Irigen? Miről szeretnéd tudni? Hoppá, ez erőteljesen a Hobbit. Ismerős egy részlete, szerintem. Tucat, basszus, az elég sok. Aj! Bravo. Ez nem volt jó ötlet. Most csináltam. Ja, hoppá, ez nem is hat, de jó. Jaj. Még ezt sem lehet rájuk varázsolni, ez érdekes. Ups. Jaj. Ez nem jó, de ezt majd le kell vernem, mert... Nem akarok ide már lohangászni, és szerintem oda nem fogok elmenni, ez jó kis blokk lesz, ami bevéd engem. Ez bőven elég. Basszus. Na jó van. Ez jó beállt. Csodálatos beállás volt. Az lehet, hogy nem szerintem nem tud varázsolni, basszus. Hát ott már sok értelme így nincs. Jó, hát semmit nem lehet varázsolni, basszus. Mérget se. Komoly. Nem tud csinálni semmit konkrétan.
Ez elég gáz, nem tudok a tagadni a varázsról semmit. Hát ez ide van egy jobb. Hát ezt nem tudjuk ide verni. Ajaj, valami más varázslat kéne, mi káosz. Ilyenkor jön a keverés varázslatok tekintetében. De viszont várjunk, csak van feledékenység, akkor azt hiszem lőni se tud, ugye? Ennyi, megnézzük, csak szerintem azt pont nem fogom tudni használni, az itt a problematika. Konkrétan. Ezek ellen igazából semmit nem érnek az egységek. Csak, hogy van a feledékenység. Ez csak a távolsági egység. Nézzük, mink van. Veszünk egy ilyet, meg egy ilyet. Hozatlanság. Tök jó, ennyi pénzem sincs, hogy vegyek valami érdemlegeset. Veszünk egy ilyet. Bár ez növeli egyel, de annyit tudunk varázsolni, ez annyira nem gond. Igazság szerint. Filozok azon, hogy lehet, hogy legalább teszek inkább. Hogy miért filozok ezen? Nem egyszerű. Basszus, hogy sokan vannak. És nagyon sokan. Mert ez is azzal le tudnám menni a kedves gym vevőt. Össze mellett lehetne nágám, tehát egyszerűen ez a kettő. Jó keverni néha a dolgokat egyébként. Lagy. Hát nem tudom, meg tudom csinálni. Vannak két eljém azért. Igen, én meg tudom csinálni. Na, azt nem gondoltam volna. Na, akkor azt tudom állni. Vagy lemenő. Halál jó lemenő. Jaj, ne, azt hiszem, hogy visszak erre a fájra, ez rohadt nehéz. Fájra. Jaj, de nagyon nem kapok pénzt, úgyhogy ezzel változtatni kéne. 2510-10. Gyorsan változtatunk is rajta. Hoppá, nagy megtámadj. Röviddel a második örségváltás után papagáj formában. Elosodtam a távolról és májukosan átszettem az eget az uram kastélyától pármérföldnyire fekvő cseppnyi falucskáig idejére, visszaöltöttem igazi alkalmat és várakozni kezdtem félszeretett kémem Edwin megérkezésére. Mindeközben végig próbáltam figyelni kívülni ezt a zavaró viszket és amit hátul a nyakamon éreztem. Valamit nagyon nem volt rendjén, itt mindjárt valami rettenetes fog bekövetkezni, csak olyankor szokott nekép viszketni a nyakam. A sorszom panelai valami létdöntő köbancba kezdtek kuszálódni, de amikor a legutóbb ugyanezt éreztem, az a pillanat volt, amikor bekövetkezett a leszámolás. Hiszen az egész régi világ elpusztult. Edwin késve érkezett meg, én azonban túlságosan jutatott voltam a fel, amit majd mondani fog, hogy emiatt megharagudtam volna. Viszont nem sok mindent hallottam, a sárkány gólemek felől kérdezte, vagy kezdte Edwin. De hallottam valami keveset felől a törpéről, aki folyton öfenségen nyakán lóg. Igaz, zsörtölődő és egy fickó, aki nem sok jó modort ismer, még csak a többi törpe sem kedvel, és azt sikerült meg tudom, hogy miért nem. Szabadjon kitalálom, talán mert egy másféle törpe, mondtam. Helyes a megérzés. Többiek mind azt mondják, hogy ő egy vörös törpe. A hallottak szerint az ő népe egy igazán titkokba burkolódzó pajta, akik sokkal mélyebben élnek a föld alatt a többi törpénél. Soha senki olyan kötnek tartó szövetséget, és pont emiatt senki sem bízik túlságosan bennük. Magyarázta el Edwin a hallottakat. És mégis mi a neve, és mit keresek? Úgy hívják, hogy Kralox. Földetként tartózkodik itt, mivel Magnus király szövetséget kötött a vörös törpékkel.
Szuper. Ó, ezt viszont le kéne zúzni valahogy. Csak hogy? Ez itt a nagy kérdés. Hát le fogjuk zúzni. Ez nem kérdés végül is. Ó, azért vannak pár, még. Zúztuk simán. Szerintem nehezebben fog menni. Hopp. Egy puzzle. Ezen a pályán szerintem is sokat fog jelenteni, hogyha ezt meg tudom csinálni. Egy gólem elalkotása igazán egyszerű, persze a gólemmesterek nem akarják, hogy ezt bárki sem így gondolja, pedig egy élettelen táját elgöndő mágiával felruházni ahhoz, hogy mozogjon és még az egyszerű parancsokat is végrehajtsa, már régi is régi trükk. Még néhány rapiden a mágus terenén is köztül másilag alkotott már gólemeket, azonban a sárkány gólemek minden lényét, tehát a továbbra is sejtély. Annyira én tudom, senki sem alkotott még hasonlót. Miért emelhet ennyi fény felhasználásra egy sárkány méretű gólemet készít, amikor abból 20 darab rendes méretű gólem készíthető? Egyáltalán nem volt gazdaságos, tehát kell, hogy legyen valami szokatlan a sárkány gólemekkel kapcsolatban, hogy sokkal erősebbé teszi 20 darab aranygólemnél is, de vagy mi lehet az? Hát leginkább a képességei. Egyébként. Na mi van? Na, még én. Ó, pont a vegyesből nincs elég, ez komoly. De szar, hogy ez is kell hozzá. Mi a francot őriz igazából? A nagy semmi, most azért ide bemenni. Nem ér semmit szerintem. Sokszor kétszer lépnek egymás után. Elég gáz. Főleg, hogy kétszer lépnek nyilván. Na, hát itt van. Kellett emlegetnem. Ezért halt meg egy ember, egyébként nem halt volna meg. És az nem tudom mit őriz az ott fent, mert artifakt nincs, tehát már nagy értelme, ó de jó, hogy vegyest kaptam. Nagy értelme nincsen. Mi ott van? És nem tudom, azt a gólemet le tudjuk keverni, mennyien vannak. Hí, elég sokan. Varázslóval karöltve. Ehhez nem tudok aranyba valamit, ilyen van tiltva, amúgy se lehet, ez komoly. Ajajajajaj, ez nem jó. Még izém sincs, karavánszerájom, az sem jó. Bár ezért egy kis segítséget hozunk. Mert azt hiszem mindenképp el kell foglalni, és nagyon jó, hogy tele vagyok varázslatokkal. Amíg a taruszára jól fog jönni. Konkrétan. Nagyon császkál. Még azt a kőbányát nagyon el kell foglalni, hát mindenhez kő kell. Úgyhogy mi el is foglaljuk valahogy ezt, hogy hogyan azt mondjuk, nem tudom. Ó, itt egy város is basszus. Ahó! Na ne! Basszus, semmit nem szívhatok neki. Ajj, ez gáz, nagyon. Ezt kell szedni a törfényt. Ilyenkor jönne jól a nága megint, ahogy ott a dzsinnél is. Na most ketté szedtek, sohadék. Jó, akkor csináljunk ezt. Mivel a katásosan.
rollás. Mennyit szeretlek? Azon megint a gólemek rohadtsokan vannak. Basszus, nincsen semmi. Mert akkor ennek annyi. Sajnálatos módon. Szerintem megcsinálom ez a gond, hogy akkor ilyen, pont ilyen lényeken nem kell harcolni, az gáz. Akkor elpróbáljuk a várat. Itt fogunk csinálni nágát, ha engedélyezik természetesen. Sajtszor lehet varázsolni. Mert szerintem nem halt meg. Tapasztalat rend már igen. Most vajon, mert voltam már benne egyszer, mert ahol nem válsz is. Mert voltam meg. Mi van, csinálok a gólemet. Nem akarom írni, hogy nem mindenhol ugyanaz legyen. Ennyire esik az eső. Jó nagy eső van, volt közben is, basszus. Ma levél között egyetlen könnyeken lakom boszorkánytól. Tisztelt Breskeda Ilszalmír. A Szalmír név már épp annyira ismert, mint az uradé, Magnus királyé. Nem kívánnám összemérni mágikus képességemet a tiéddel, különösképp nem az uradéval vagy a hozzád hasonlóakkal. De ugyanakkor nem kívánok lemondani akár csak egyetlen hold földemről sem a javatokra, mert mindenem, ami van, az jogosan az enyém. Ez pedig kiemelten fontos szempont az én számomra, és de a fekete sárkányok számára úgy szintén.
Volna azért egy különösen hasznos ajánlatom. Veshetek tekintetőket más földek irányába, és felejtsétek el a fekete sárkány temetőjét. Ha itt tesztek, elnyertek a legrosszabb mené támogatásomat. Az ellen, az újdonsült királyság ellen, nagy árkána ellen folytatott harcatokban. Igen, hallottam a hírét legutóbbi kudarcodnak. Fekete sárkány segítséggel viszont most kiírhatom neked a győzelmet. Barátságom zárogató hajlandó vagyok tovább a 10, azaz 10 000 aranyat felajánlani a számodra. Felkérlek, bocsáss ajánlatomat az urad elé. Remélem ezzel egy kölcsönösen nyugodtszerző kapcsolat veszi kezdetét közöttünk. Lord Blot a sárkány tojások őre. Bár én már most előre tudtam uram válaszát az ajánlatra, összehajtogattam a levelet, és egy Magnus szellő szárnyán elküldtem a kastélybe. Magnus király magától értően vissza fogja utasítani az ajánlatot. Valamit eltervezettől sohasem tágít. Nála ez a dolgok rendje. Szerencsére azon, amire Lord Blot rájön, hogy elbukott meg ezt a kötésemmel, én már készen állok. Hogy egy csatában ütközzek meg vele. El kéne valahogy küldeni. Hogy állunk? Egész jól, azt kell mondanom. Szóval valahogy el kéne vinni odáig. Nem tudom, hogy hogyan tudnám ezt megoldani. Az a gond, hogy ezt a kőbányát nem foglalom el, akkor gáz van, tehát. Ja, meg ott egy aranybánya is, oh. Aztán mekkora zápor van, de ez gyakorlatilag hamarosan elmúlik remélhetően. Gyorsan elfelezzük. Na, hogyan van a fél? Hát így. Oké, kár, hogy nincs itt egy 8. hely. Csak akár csak helynek, nem kell több lény, csak hely. Basszus, ez legyen már belőletek. Most hiszem, hogy minden tudja újítani. Most ez így eléggé gáz. És akkor mi van, hogyha mekkora? Mégis mindjárt össze tudom vinni. Hát, nem tudom melyiket. Ez várható volt. Szerintem nem szeretok semmit nekik, szinte. Köszönöm már ennek. Szerintem egy csomó. Ha meddig varázsolsz, hogy lesz is, ha? Tényleg. Minden seregem megvarázsol, most kell. A másik meg mondjuk ezt nem tudom elfoglalni, ezt a várat.
Várat pályán. Ennyi, hát ez szuper. Nem tudom akkor ezt hogyan és mikor fogom elfoglalni valaha is. Csak kapunk még valami jót, esetleg repülés, illúzió. Szokásos. Ja, ez nem is kőbánya, de hívjuk. Ez nem kőbánya. De gólemvevőhely is, az nekem kell. Az nekem nagyon kell. Nézzük a hármas szintet. Eloszlatás igénye, hát ez sem de jó. A másik várban az jobb volt. És volt itt. Pontosan, mondjuk most max. Egy egységemre jó, de... nem tudom mit csináljak, basszus. Hát tudnám ezt is elfoglalni. Repülés. Nem, nem fog tudni odaérni a... milyen főleg, nem? De hosszú idő kell az, hogy ezeket le tudjam verni. Vagy az én egyik emberem is, a mindjárt a hős is. Ez egyszerűen... idő kéne hozzá, ami nincs. Egy jó ító cucc kéne hozzá, de most miért van megint? Most nézem, hogy ilyen light-os vonalba, hát... nem értem, miért vannak így. Nem ezt akartam, de semmi. Úgy tudok mindig, mert a méreggel tök messzire is elég, mert én szempontból rá tudok mindig. Most nem tudom, minek... nincs tud varázsolni. Megint meghalom. Nem lehet megcsinálni vele. Mérvezéssel, meg egyebekkel megöltet. Mert akkor azt csinálom, kiszedem ezt, az kész. Meg van oldva. Még talán le tudom verni.
elpusztulnak. Kedves Golem bácsik. Ó, basszus, mit csinál? Ezt akartam. Nem fog sikerülni. Hát ez... Nem tudom. Nem lehet megcsinálni. Olyan körülmények között. Örülök, hogy leverem az összes gombát, akkor meg a varázslók felnek meg. Nagyon durva. De akkor azt csináljuk. Úgy. Teszünk először is egy ilyet. Ez a túl drága. Köszönjük egy ilyen felélesztő. Tekercset. Tekercs. Ital. És akkor ezt most kinek le tud állva? Mennek kell csak a vele. Megisszük, várunk még egy kört. Most elvadunk. Ez két lénőr épület, nem el kéne foglalni. Na megint szarul van az állás. Miért változik, hogy mindig az állás? Basszus, szorak vagy a hány nekem. Csinálni basszus. Még az egyik nap pusztul. Nincs valami. De ő hülye fáktól nem tudom megtalálni, basszus. Nem baj, ez egyiket most emlékeztettük. Mégis valami. Pusztulj már meg! Jaj, edéssel megoldozhat a dolog. Megszívtett haver. Sok emberem meghalt, de célt elértük. Olyan nem volt rá.
dolog. Aj, ne félre nyomtam. Ah, így csomó emberem meghalt, nem tudom mennyire érte ez meg. Még ezeket is vágjam. Ezt meg tudnák venni. Nem tudok még nágát se, vagy nem tudom, direkt nem tudok, vagy valamilyen oknál fogva, de nem tudom. Elég gáz. Jó, most elmegyünk erre. Többi dolgot már kiviszettük. Úgyhogy... Na, nem támad meg? Mi történt? De azt mondtam, hol van a fa fel? A fa fel? A kőbánya. Hol van? Kérem, lássam. Oké, miért vett? Jó van. Disznaja. Egy-két ember meghalt. A nagy gond, hogy ott viszont tigris van, basszus, minden szarra együtt. Kicsit komoly lesz, de megoldjuk. Mégis van elég sok varázslaton. Ha, visszaítettem. Akkor ez már levédve. Érdekes lesz. Na, az ilyen szerelően, csak ennek a tigrisek is azután egy problematik. Ja, ez így ki is ütett félig meddig engem most. Már most megjön a farkas is. Szuper. A következő tigris. Tudok egyáltalán csinálni valamit? Ha. Gáz. Akkor meg az meg. Kevesebb, vagy nagyobb sereggel lehet ezt csak megcsinálni. Ó, basszus, a fekete sárka. Ó, arany páncét, oké, odaadom. Még zsücselőni akarok ezzel. Semmi, még most rövő. Hát akkor ez, ha még akkor is 25% azért mindig jobb, mint egy fix pont. Mi történt?
Nem csak itt sincsen város, hanem egy községváros sincs, ez komoly. Patkó. Jobban semmi nél, semmi igazán érdekes. És azt mondtam, itt más nem, más hős nem ilyen, csak az egy hős van. Viszont azt sajnálom, hogy nem olyan lett végül, mint gondoltam, hogy ilyen egy hősös végig katlatunk, aztán ennyi. Pálya, nem az lett. Végül. Valahogy le kéne zúzni ezt a Gina dolgot, mert nem tudom, hogy ennél dolog. Ha visszajön legalább a várba. És azért már megint oda kell mennem basztus a aranyványához. Másikba is megcsináljuk azt, amit meg kell. Ja, kezdünk pénzünkre lenni, és ez már valami. Ez már valami. És kéne menni karavánt is, mert tele vagyunk ilyen nevelő dolgokkal. Azok, hogy... hát ez... hát jó. Hopp, ez gyorsult. Sajnos. Na, már is csükközik. Azt tudom, hogy itt még nem lehet már rakni. Pontosan ilyen elosztítás. Jó, de azt is elosztottam, de jó. Szétlén, de sikerül neki. Egy jó, jó taktik erre alapozni. Kire varázsolta? Pff,
Most meg erős leszel. Ne, elég nem tudok csinálni semmi. Szerintem. Ja, még akkor meg szétlél ez a vicc az egészbe. Én elmogtam, szuper. Most mi van? Ha leszedtem róla? Bakker. Nem értem, én ezt leszedtem róla, szedd már le róla. Nem engedi leszedni róla, ez komoly. Akkor ezt nyomjuk. Akkor ezt csináljuk. Még sokáig nem fogom tudni megcsinálni. Meg örökké tud varázsolni, vagy mi a franc? Várj a hullából, itt van. Egyen! Ez komoly, milyen. Nem tudom rá varázsolni, ez valaki mondja meg, hogy a szar van, basszus. Akkor repülj te, remélem ezzel többet is lépsz. Ezt szerintem nem. Nem probléma. Hát ezt nem tudom megcsinálni. Na, kifagytak végre, basszus. Manából. Úgy tűnik. Végre, ennyi idő után. Repülő törpe, basszus. Ez nagyon jó. Ez tetszik. Repülő törpe. Nagyon cool. Na, én már mindjárt máshogy nézünk ki. Most meg még nincs elég pénzem. Mik vagyunk? Ha, megyünk a hát majdnem a másodikon. Csak majdnem. Innen fogjuk folytatni a következő videóval, addig is viszont töltek, sziasztok!